Székesfehérvár középkori látképe elevenedik meg ezen az animáción a háttérben a budai külvárossal. A budai kaputól északra elterülő városrészről nem maradt fent túl sok forrás, azonban annyi tudható a budai külvárosról, hogy a középkorban az egyik legnagyobb területű és legfontosabb külvárosa volt az az akkori Székesfehérvárnak. Nyáron ennek a városrésznek a maradványait találták meg a Rákóczi iskola udvarán. Most az Icsi-ligetben kutatnak maradványok után a Siklósi Gyula Város Történeti Kutatóközpont szakemberei. Talajradalos vizsgálatokat végeznek itt a napokban. Szerencsés esetben egyházi és világi épületek maradványai is előkerülhetnek a mostani kutatás során. A külvárosnak adataink szerint 7, de inkább 8 darab egyházi létesítménye volt minimum. Ezek pontos helyét, lokalizálását sajnos eddig a kutatás megfelelő adatok hiányában nem tudta megtenni, illetve nem tudta megállapítani. Nyilván az Icsi-liget egy kis terület részét fedi csak le a budai külvárosnak, viszont egy beépítetlen terület. Itt egy mércelvényt látunk, ez itt a haladási irány. A több csatornás földradal elektromágneses hullámot bocsát ki a föld alá, és elemzi a visszavert jeleket. Később ezekből az adatokból tudnak geofizikusok segítségével egy képet alkotni arról, hogy mi van a föld alatt. Ez egy viszonylag új módszer, ezzel tudjuk, hogy falakat tudunk azonosítani, most ez egy izgalmas kísérlet, azt gondolom itt, hogy vajon topográfiai jellegű adatokat tudunk-e szerezni a budai külváros állapotáról, helyén. A kutatást azonban nehezíti, hogy a fennmaradt források szerint a leghevesebb ostromok az 1500-as években épp a budai kapu felől érték a várost. Így kérdéses, hogy az akkori utcaképből mi az, ami egyáltalán megmaradt. Arról, hogy ebből mennyi maradt, meg nagyon keveset tudunk. Mi abban bízunk, hogy a felszín alatti falakat nem bolygatták meg annyira, és abban bízunk, hogy ezeket ugye azóta se bolygatták meg, hiszen ez egy parkként, térként működött utána egészen 1700-as évek végétől mostanáig. Abban bízunk, hogy vannak olyan felszín alatti középkori maradványok, amiket remélhetőleg fel tudunk mérni, és ezzel olyan információkat tudunk szerezni a budai külváros középkori topográfiájáról, amit a kutatók eddig nem tudtak. A mostani vizsgálatoknak egy hónap múlva lehet meg az eredménye. A Palotaváros külterületén Siklósi Gyula feljegyzései nyomán korábban már végeztek hasonló vizsgálatokat, melyek eredménnyel is zárultak. Kis szerencsével az Icsi-ligetben is találnak majd középkori maradványokat a régészek. A Siklósi Gyula nevét viselő kutatóközpont évek óta névadójuk munkája nyomán végzi feladatát. Kiemelt figyelmet fordítanak Siklósi Gyula munkásságának minél teljesebb körű feltárására, bemutatására és lehetőség szerint folytatására.